2002 körül került szóba először a Banyhádi Ipari Park ügye, de majd 10 évet kellett várni a megvalósulásra. 2005-ben kapta meg az ipari parki címet a város, ám csak a 2010-es kormányváltás hozta meg a lehetőségét a beruházások elindítására. Mondta el az ipari park történetét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki akkor a Völgységi Város polgármestereként harcolt a fejlesztés elindításáért. 2014 óta látjuk azt, hogy milyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi Bonyhádot, illetve a közvetlen térségét, több száz munkahely jött létre, illetve a következő csarnokok is nem sokára megindulnak, illetve az építésük megindul. 2002-2003 körül a munkanélküliségi mutatók itt a térségben jóval meghaladták a 10-11%-ot. Időlegesen egyébként még a megyén belül is a legmagasabbak voltak, hiszen 2003-ban vonult ki a városból a Salamander, és ez nagyon nagy gazdasági nehézséget jelentett a városnak, a városkörnyéknek, Tolna megyének. Ma azt mondhatjuk el, hogy a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági térség a Bonyhádi, illetve Bonyhád környéki, ennek az ipari parknak is köszönhetően. Sok minden kell ahhoz, hogy egy város megfelelőképpen működjön, de talán a legfontosabb, hogy stabil gazdasági háttere legyen. Ez a park ehhez járult hozzá, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. Lezárult egy 5 éves időszak, ugye 2019. augusztusában volt a 2 és 4 ezres csarnoknak a projekt zárása, egy DDOP-s pályázatnak a megvalósulása a tekintetében, és mint minden projektnél, ennél is egy záró jelentésre is sor kerül, amelyet az irányító hatóság elfogadott. Szerintem ez okot ad arra, hogy örömmel zárjuk le ezt az időszakot. Arról is kell beszélnünk, hogy egy közel 1 milliárdos projektről beszélünk ezeknek a csarnokoknak a megépítése tekintetében, amely egyrészt az elnyert támogatásból tevődött össze, 470 millió forintot nyert a város a Vipen Kft-n keresztül ezeknek a csarnokoknak a megépítésére, másrészt egy 219 millió forintos befektetési hitel, beruházási hitel került felvételre a Magyar Fejlesztési Bank ZRT-től 10 éves futamidőre, és harmadrészt pedig, aminek szintén az önkormányzatnak van jelentősége, hogy a Bonikom Kft. És az önkormányzat kölcsönt, illetve tőstőke befizetéssel együtt 250 millió forinttal járult hozzá ennek a megvalósulásához. Ma azt látjuk, hogy ez a csarnok, ez a 4 ezres csarnok, amely a végtőlesztés követően, és ma előreláthatólag ez az időpont 2021 első fél éve szemben az eredeti álláspont szerint, amely 10 éves futamidőről szólt, 2024 év végén járna le, olyan szinten tartunk az előtőlesztéssel, egy folyamatos befizetésnek és egy fegyelmezett bérleti díjfizetésnek köszönhetően, hogy több mint 3 évvel meg tudtuk rövidíteni ezt a futamidőt. Mire a csarnok 3 év múlva a város vagyonát gazdagítja majd, könyv szerinti értéke 460 millió forint lesz. Potápi Árpád János arról is szólt, számottevő gazdasági növekedés mutatkozik országosan, és ez jelen van a térségben is. Ennek hatására csökken igen jelentősen a munkanélküliség. Az elmúlt néhány év gazdasági növekedése, pályázati sikeres eredmények jelentették mindazt itt Bonyhádon, hogy 40%-kal növekedett a város vagyona. Ez egy óriási dolog. Ha visszaemlékezünk a 10 előtti évekre, az ellenkezőjéről tudtunk sajnos beszélni. Ma egy gyarapodó város, egy egyre jobb gazdasági feltételeket mutató környék és város. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a következő beruházások is meg tudjanak jelenni itt Bonyhádon. És ma azt látjuk egyébként országosan, hogy már többen jönnek vissza, mint ahányan mennek el évről évre Magyarországról. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy egyre inkább megéri itthon munkát vállalni, egyre inkább jelenti azt, hogy megéri itthon vállalkozást indítani, aki akar, mindenki talál itt már munkát. Az ipari park jelenleg 600 ember foglalkoztatását oldja meg. A park bővítése rövidesen megkezdődik, jelentette be Filóni Ferenci Bolya, ahová tervek szerint további 5 cég települ majd be. Mindenre a következő esztendőben kerülhet sor.